Zalaszentgrót után Kisvárdán is gyárat üzemeltet a Burgony Gasztronomi Kft. Hazánkban. A Szabolcs megyei településen 100%-ban exportra készítenek termékeket, amelyek elsődleges piaca Franciaország lesz. A 6,5 milliárd forintból épült gyárban élő éticsiga és fagyasztott tésztatermékek készülnek, melyekre a gyár ügyvezetője szerint egyre nagyobb és dinamikusan növekvő a kereslet. Anyavállalatunk az 1991 óta az én szűk hazámban, Zalában, jelenleg is működő Imofi Kft. Francia tulajdonosa ezt a növekvő piaci igényt szeretné, például a csiga és a fagyasztott tészta termékek összekapcsolásával az immár termelő új, a Zalaszentgróton még működő üzemünknél sokkal kürszerűbb színvonalon kiszolgálni és önöknél egy teljesen új gyártási és munkastruktúrát meghonosítani. A kisvárdai fejlesztés egy új irányt mutat a jövő, a kiválóság és a külföldi piac felé. Ezt a település polgármestere Leleszi Tibor emelte ki a rendezvényen. Ennek a régiónak is folyamatosan nő a versenyképessége, amelynek egyaránt szereplői a magyar és a külföldi befektetők, közölte a térség országgyűlési képviselője. Ez az első olyan üzem Magyarországon, amelyik a nyugati ország részből áttelepült a keleti ország részbe. És önmagában azzal, hogy itt azt meg tudtuk mutatni egy francia családi vállalkozásnak, hogy igen, itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is képesek világszínvonalú termelést létrehozó üzem létesítésére, azt gondolom példát adtunk a többieknek. Várunk mindenkit, ez fontos a térségnek, fontos a régiónak, fontos a városnak, 300 ember dolgozik, iparüzési adó, családi megélhetés és mégis export. Szerintem ez a jövő. A 12.000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény a legkorszerűbb technológiát alkalmazza. Az 1991-ben alapított vállalat beruházásában 40%-os állami támogatással mintegy 6,5 milliárd forintból valósult meg az új üzemfejlesztése.